a vajdasági felsőoktatási lehetőségekről és azok előnyeiről hallhattak hasznos információkat a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium tanulói. Az előadás nagyon tetszett, eddig még nem is gondoltam arra, hogy esetleg Szerbiában, illetve Vajdaságon belül tovább tanuljak, és mindenképp jó ötletnek tartom azt, hogy a harmadikos, illetve negyedikes diákok is így edukálva vannak a lehetőségeikről. A továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők. Igyekeztük bemutatni A-tól Z-ig minden olyan fontos információt, amit tudniuk kell az itthon tanulásról, legyen az szó az ösztöndíjprogram, legyen az szó étkezésről, lakhatásról, felvételi eljárásról, mindenről, ami itthon vár rájuk. A program célja, hogy részletes eligazodást nyújtson a leendő vajdasági magyar egyetemisták számára. Először egy szernyelvi kurzust tart nekik, a Magyar Nemzeti Tanács megszervezi, az egy 3 hetes intenzív kurzussal beszélünk, harmadik osztály végén, majd az egyetemi tanulmányok kezdetén is úgy szintén szervezése kerül egy kurzus, tehát mikor már elkezdik az egyetemet, addigra már egy biztos alapokon tudhatják a szerb nyelvtudásukat. Természetesen az MNT segít nekik a felvételi felkészítőben, amit ki kell hangsúlyozni, hogy ingyenes. Az előadás végén a fiatalok a Vamadis felsőoktatási applikációjáról, valamint az MNT ösztöndíjprogramjáról szóló ismertető prospektusokat is átvehették.